Az NB1-B-s kézilabda bajnokság 25. fordulójában az 5. helyen álló Ózd érkezett a Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület otthonába. A meccs legelején a tabellán elfoglalt helyezések köszöntek vissza, a vendégcsapat kezdett eredményesebben, de a hazaiak nyitott sok futásos védekezésének és a gyors ellentámadásoknak köszönhetően a 9. percben 5-5, a 12. percben már 7-5 állt az eredményjelzőn. A kimaradt büntetőknek is köszönhetően nem sikerült növelni a hazai előnyt, sőt feljött az Ózd a 21. percben 11-11. Az első félidő hajrája a Törökszentmiklósi volt, így két gólos hazai vezetéssel mehettek szünetre a csapatok. A második félidő legelején tovább növekedett a hazaiak fölénye, a 6. percben 19-16, a 12. percben 22-19 az állás, aztán 4 perc alatt fordított az Ózd. Támadásban sok hibával játszottak Vujovicsék, sok helyzet maradt ki, és bár próbálkoztak visszavenni a vezetést, a második félidőben lőtt 11 gól kevésnek bizonyult, és a mérkőzés folyamán kihagyott büntetőket nem bírta el a csapat. A végeredmény Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület, OAM Ózdi KC 27-31. Nagyon nehéz bármit is mondani egy lefújás után, de érzem, hogy ezt a mérkőzést nekünk meg kellett volna nyerni. 4-5 góllal vezettünk, minden olyan taktikai utasítást betartottak a fiúk, amit kértem. Utána megint elkezdtük ezt az egyénieskedést, megint elkezdtünk más játszani, mint amit mi tudunk, és ez lett az eredménye. Valószínűleg a bennmaradás meg lesz ettől a mérkőzéstől függetlenül, a nyíregyházi mérkőzéstől függetlenül, de szeretünk volna úgy búcsúzni mind a közönségtől, mind a hazai pályától, hogy a saját kezünkbe veszük a sorsunkat, nem abba fogunk bízni, meg nem arra számítunk, hogy majd 1 kieső lesz, 2 kieső lesz, 3 kieső lesz, hanem ha megtesszük, amit meg kell tenni. Nem szégyen kikapni attól az Ózdi csapattól, mert el van rutinos játékosokkal, jobb játékosokkal, de mi csapat, mi jobbak vagyunk. A forduló további eredményei: Székács Füzesabony 31-28, Kecskemét Békés 27-22, FKS Algyő Nyíregyháza 27-27, Balassagyarmat Nyírbátor 28-28, Ferencváros Orosháza 23-42-23, a Mópik Szeged U23 Mizsák AC mérkőzést vasárnap délután játsszák. A tabella elején nem történt változás, első a már bajnok FKS Algyő, második a Ferencváros 41 ponttal, harmadik pedig Nyíregyháza 38 ponttal, a Székács maradt a 8. 24 ponttal, a Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület jelenleg még a 9. helyen áll 18 ponttal, azonban még egy mérkőzést ma játszanak, ami beleszólhat akár a tabella állásába is. A bajnokság utolsó fordulójában május 14-én szombaton mindkét csapatunk idegenben lép pályára. 17 órától a Mólpik Szeged U23-as csapatának otthonában lép pályára a Törökszentmiklósi Székács, míg az Aragó Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület Nyíregyházán meccsel 18 órától.